Dési János a vendég. Jó reggelt! Szia! Jó reggelt, szervusztok! Menetelés a kétharmad felé, Justitia Nokiás doboza. Egy hátretett kezű pasi van a könyvnek a borítóján, mindjárt megmutatom, bilincsel a kezében, vagy bilincsel a kezén. De ő nem a hagyó. Ne. Ez egy illusztráció. Azért nagyon menő dolog lett volna, hogyha egyébként mondjuk egy ilyen címlapfotóra rá tudtad volna beszélni. Volt olyan képünk, most végül is a könyvek nem lettek képek, de volt olyan képünk, ahol látszik. Egyébként hát a félváros tele volt ilyen óriás plakátokkal, ha emlékeztek, hogy hagyó, és még nem tudom, kik voltak a képen, bilincsbe vezetgetik a választások előtt, úgyhogy az se lett volna akkora csoda. Ugye ez a könyv a másodfokú tárgyalás megkezdése utáni napon jelent meg. Nagyon jó időzítés. Abszolút. Te mikor kezdted el írni? Mikor jött az ötlet, hogy ez egy olyan sztori, ami, mint ahogy elmondod, tipikus történetet, hogy önmagában is megáll, de azért egy minta is arra, amilyen országban élünk. Hát az elsőfokú ítélet után kezdtem el rajta gondolkozni, ez 2016. januárjában volt, ha jól emlékszem. Aztán mindig belekezdtem, félretettem, mert ez egy annyira bonyolult, szerteágazó, bonyolult sztori, hogy nem nagyon tudtam, hogy hogyan lehet érthetően elmagyarázni, hogy miről szól. És aztán két csomópontot vettem ki, hát persze nyilván egy könyv sok mindenről szól. Az egyik maga az eljárás, hogy az mennyire volt elfogult, vagy nem volt elfogult. És a másik, és ezért ez a címe, hogy menetelés a kétharmad felé, az a politikai szál, ami nagyon jellemző a történetre, hogy az MSZP és az akkor még létező SZDSZ belső vitái, hogyan morzsolják fel ezt a két pártot, hogyan hiteltelenítik el, hogyan nyírják ki egymást ennek a egyes vezetői, hát vagy tagjai, nyilván nem mindenki, és ez aztán hogyan nyitja meg az utat a Fidesz kétharmada felé. Ezt egy pici tanulságul is szolgáltam a jelennek, de nincsenek illúziói. Ugye a bevezetőben azt is írod, ami nem meglepő, hogy sok barátod megkérdezte, hogy és te tűzbe tennéd a kezed azért, hogy a hagyóék nem loptak semmit. És a válasz az nem az, hogy persze tűzbe tenném. Aki most azt mondja, hogy te most ki akarod mosni a hagyót és társait ebből a sztoriból, nekik mit válaszolnál? Most már könnyebb a helyzetem, hogy megvan a másodfokú ítélet, mert bizonyos szempontból a bíróság, ahogy te mondtad, kimosta. Nyilván jogilag elítélték Hagyó Miklóst, másfél évet kapott fölfüggesztve, tehát nem lehet azt mondani, hogy fölmentették, de ahhoz képest, hogy az ügyész olyan büntetést kérte, amitől akár 20 vagy 25 évet is kaphatott volna, szóval politikailag fölmentették a Nokiás doboz története, ami talán az egyik legjellegzetesebb volt a fideszes propagandában, az elenyészett, arra azt nem lehetett bebizonyítani. És nagyon érdekes volt, nekem az egy olyan fontos kérdés volt, hogy a bíróságok mennyire őrzik meg a függetlenségüket ebben a helyzetben. Talán emlékeztek rá, hogy Handó Tündék nagyon sokat tettek azért, hogy szerintük megfelelő bíróságra kerüljön ez a per. Azt hiszem négyszer helyezték át, Kecskemét, Budapest, vissza, alkotmány, míg az alkotmánybíróság is egyszer azt mondta, hogy ez nem lehet. És tulajdonképpen azok a bírók, akik ítéltek úgy első fokon, mint másodfokon, tulajdonképpen nem engedtek a nyomásnak. Van, aki azt mondja, és van ebben a könyvben egy elemzés, aki azt mondja, hogy hát részben engedtek, tehát hogy azért született, azért nem teljes felmentés született, mert azért azt nem merték megtenni. De mindegy, nagyon alapos érvelést adott az első fokú indokolást, az első fokú bíróság és ebben a perben, amivel lehet vitatkozni, de mondom, jogilag ha el is ítélték, mondjuk hagyót, van, akit fölmentettek, ugye van például egy olyan szereplője a történetnek, aki több hónapot ült, és akkor most azt mondták neki, hogy bocs, tévedtünk. Ugye hagyónál kimondta az Európai Bíróság, hogy embertelen körülmények között tartották fogva. A másik tanulsága ennek a történetnek, hogy a rendőrség és az ügyészség egyes tagjai a választások előtt, ugye 2010 előtt vagyunk, hát úgy gondolták valószínűleg, hogy érdemes kisebb-nagyobb szívességet tenni a következő hatalomnak, és nagyon megfeleltek a Fidesz propaganda szempontjának. Azt nem tudom állítani, hogy azért csináltak egyes dolgokat, hogy szívességet tegyenek a Fidesznek, mert nem látok a fejükbe. De azt látom, hogy a Fidesz kampánygurujainak rendre szerencséjük volt, mert minden nyomozati cselekvés, vagy sok nyomozati cselekvés úgy esett, ahogy nekik kampány szempontból a legjobb lett volna. Amit általában meg szoktunk kérdezni íróktól, akik bármilyen jellegű könyvet elkészítenek, hogy aki a kezébe veszi ezt a könyvet, elolvassa ezt a könyvet, mi fog a végén neki leesni, amikor elolvas az utolsó lapot és becsukja? Tehát valamivel gazdagabbak leszünk-e? Akár úgy, hogy volt egy olyan politikai világunk, ami ugye erre az időszakra tehető,
ami egy kicsit nem tudom én máshogy működött, furcsán működött, vagy az lesz az embernek a véleménye, na tessék, felmentő ítélet született. Nem született felmentő ítélet, illetve hát részben született. Enyhítették. Mert van, akit felmentettek, tehát van, aki hónapokat ült, zsarolták, hogy valljon erre, arra, na, tegyen igen, valamást, és hogy mondjuk a bíróság jól végzi a munkáját, mert tényleg független bíróságról beszélünk Magyarországon. Ennél szerintem kicsit bonyolultabb a helyzet, ami nekem, szóval az a dologban furcsa, hogy azért elég sokat tudtunk erről a történetről, így részleteiben mindig az ember olvasta, hallotta, és most nekem egybe végig kellett néznem, és az volt benne az ijesztő, hogy elkap egy gépezet, és földarál. Tehát emberek, akik addig nagy cégek vezetői voltak, politikusok voltak, tehát egy tök más világba értek, egyszer csak bekerülnek ebbe a gépezetbe, és hiába nyilván művelt emberek, okos emberek, nem egyikük jobb végzett ember, nem tudom, micsoda, földarálja őket ez a gépezet, azt mondják nekik, és akarsz hazamenni ma este? Uh-huh. Hát, akkor legyél szíves valahogy úgy vallani, hogy van, aki ennél kicsit keményebb, van, aki csak a harmadik napon tör meg, van, akit benyomnak a előzetesbe, és egy hónap múlva megkérdezik, hogy most akkor ezt hogy gondolja. Nem verték őket, nem áramozták őket, tehát ilyeneket nyilván senki nem mond, de megpróbálták őket a rendőrség sajátos, meg a nyomozók sajátos eszközeivel rávenni arra, hogy úgy valljanak, ahogy nekik jó. Na jó, de azért a könyvben te is írod, hogy azért, még ha nem is volt 15 millióval kibélált Nokia-s doboz, volt mondjuk tanulmány, hoztál egyet? Vagy? Az van nálam mindig egy Nokia-s doboz, mert nem szeretnék, ebbe 1 forint vagy 5 forint, nem szeretnék abból a helyzetbe jutni, hogy valaki akar nekem adni 15 milliót, és nincs mivel beletenni. Igen, úgyhogy de nem is férne bele szerintem. Csekket is elfogadom. Te honnan tudod? Hát azért, mert magam elé képzem a 20 ezereseket mondjuk így összegyűrve, vagy hajtva. Biztos van nagyobb a kiás doboz is. Lehet, hogy igen. Bocsánat, szóval, hogy azt te is írod, hogy van olyan tanulmány, ami mondjuk pár millióért megállapítja, hogy északról délre folyik a Dunapesten. Pár millióért egy ilyen tanulmány. Nézzétek, szóval, történtek ebbe, igen, hogy ott volt például, amit a Fidesz pofátlan végkielégítésnek nevezett, az a hölgy, aki már nem emlékszem pontosan a számomra, csak a nagyságra, igen, 4 millió forintot keresett, kapott 86 millió forint végkielégítést, igaz, hogy bruttó, majd visszavették ezzel együtt havi, elment nyugdíjba, 2 perc alatt elintézték az egyébként rettentően magas, vagy az átlag nyugdíjakhoz képest magas nyugdíját, majd visszavették 1,5 millió forintért dolgozni. Tehát történtek olyan dolgok, vagy amit te mondasz, hogy rendeltek meg olyan tanulmányokat, amiknek sok teteje valószínűleg nem volt, de, tehát ilyenek történtek, voltak olyanok, amelyekben felhorgad az ember természetes igazságérzete teljes joggal, és igen, azt mondja, hogy azért ez nem történetet, de azért ez nem föltétlenül a főpolgármester helyettes bűnösségét bizonyítja, vagy a politikai vezetők bűnösségét bizonyítja. Egyébként, hát néhány ember nagyon jól keresett a BKV-nál, de felteszem, ha megnéztünk volna más nagy állami cégeket, a felső vezetését, lehet, hogy ott is elzúgtak olyan milliók, amikről egy szerencsétlen tanár, akiről az előbb beszéltetek, hát nem álmodhatott. Ez a hölgy is, azt hiszem, hogy egy hónap alatt annyit keresett, mint egy metróvezető 8 hónap alatt. Pedig ha metróvezető elrontja, abba sokan belehalnak. Még egy dolog, hogy te Hagyó Miklós, amikor beszéltél utoljára? A tárgyalás, másodfokú tárgyalás után beszéltem vele. És nála szakmailag, emberileg mi ennek a konklúziója? Hát ezt neki kell elmondani, hogy ő mit gondol erről a dologról. Ő egy megtört... hogy mondjam, történtek által megviselt ember, képét keltette benned, vagy... Ugye ebbe az a furcsa, és ez is a történetben egy érdekesség, hogy ő neki nagyon szépen ívelt felfelé a politikai pályája, ő tűnt a szocialista párt erős emberének, amikor Demszky bejelenti, hogy ő többet nem indul a főpolgármesterségért, hogy jó esélyes lesz arra, hogy főpolgármester jelölt legyen, és miután az már látszik, hogy az országos politikából a szocik kiesnek, vagy legalábbis a kormányzati politikából, úgy tűnik, hogy ő lesz a szocialista párt egyik legerősebb embere, és ekkor a párton belül elkezdik többen fúrni. Tehát, hogy ezt itt kimondták, vagy nem egymás közt, nem tudom, hogy inkább szerepeljünk rosszabbul egy következő választáson, de a Hagyó ne legyen főpolgármester, vagy főpolgármester jelölt. És akkor részben a sajátjai köréből kezdődik meg az ő kinyírása, és hát őt így tönkret, politikailag tönkretették, hónapokat ült, tényleg most nem publicisztikai túlzás, hogy embertelen körülmények között, hiszen ezt kimondta az Európai Bíróság. Üzletileg én nem tudom, hogy talpra lehet-e még állni egy ilyen dologban. Szóval azért itt sok éve ment rá ezeknek az embereknek, és
Én azt gondolom, hogy ha valaki bűnös, akkor azt el kell ítélni, de azokért a bűnökért, amiket elkövetett, és egy fair eljárás során. Tehát olyan nincs, hogy valaki ellop egy kanalat, és akkor majd elítéljük a villa ellopása miatt, majd ossza be magának. És az eljárás, a nyomozati eljárás nagyon nem volt fair, nagyon tendenciózus volt, és nagyon politikai szempontokat próbáltak használni benne. Hát ugye itt van maga a Nokia-s dobozos interjú is, amit elmond az egyik volt vezérigazgató. Mint kiderült egyébként a vallomást, a Magyar Nemzetben, ami akkor a Fidesz harciökle volt, jelent meg ez az interjú, de egy hónappal korábban csinálták, mint ahogy megjelent, mert kivárták, hogy a kampányhoz közel jelenjen meg. Megismétli ezt a vallomását még legalább kétszer a vezérigazgató, ugye az, hogy kétszer sose mondja el egyformán, egyszer 15 milliót szorított bele, egyszer kétszer adta, egyszer 70 milliót, tök mindegy, majd a bírósági tárgyaláson elég drámai jelenetek között visszavonja, és gyakorlatilag bocsánatot kér azért, és azt mondja, hogy ő ezt azért mondta, mert gyakorlatilag megfenyegették, bár ennek ugye nincs nyoma, ezeknek általában nincs tanúja, hogy őt is lecsukják hosszú időre, hogyha nem tesz valami vallomást, és nem megy a sajtóba. Tehát, hogy és akkor utána azt mondják, igen, hát nem volt ilyen vallomás, jó, hát visszavontam. Na, mi meg visszavonjuk azt, hogy tovább beszélj, mert lejárt a beszélgetésünknek az ideje. Bizony, Justícia Nokia-s dobozban. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.